Sziasztok! Ma Vakond és barátai meséjét fogom felolvasni, melynek címe a legszebb ajándék. Azt a vizes sárkupacát már megint esik, mérgelődött Vakondok, amikor egy reggel kidugta a fejét a földből. Vakondok nem szerette az esőt. Legjobb ilyenkor a föld alatt, döntötte el. Egész héten csak esett és esett, vakondoknak hiányoztak a barátai. Legtöbbet Nyusira gondolt, mert vele már napok óta nem találkozott. Milyen jó lenne meglátogatni Nyuszit sóhajtotta. Ekkor vakondoknak varázslatos gondolata támadt, hiszen nem is kell kimásznom az esőbe, hogy találkozhassak Nyuszival. Elmeltek hozzá, alagúton is, és vakondok ásni kezdett. Mókus makkot gyűjtött a lombos fák elnyújja alatt, és el akarta ásni a zsákmányát. Egyszer csak hangos jajveszékelés hallatszott a lyukból, ahova a makkot dobálta. Mókus hatalmasat ugrott meglepetésében. Au! 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 Mókus bekukucskált a lyukba, ahonnan a legnagyobb meglepetésére vakondok csodálkozó szeme nézett vissza rá. Vakondok, mi az ázott bükmagot csinálsz a kamrán mélyén? És te, mókus, miért haigász az alagutamba? Nevettek egymásra. Vakondok elmagyarázta, hogy éppen Lucyhoz igyekszik. Milyen csodálatos ötlet, veled tarthatok? Sündisznó nagy kupac tarka avarra bukkant. Épp ez összegömbölyödött, hogy szundítson egyet amikor valami kaparászni kezdte a hátát. Mi a nedves cserebogár láb ez? Fukott fel ilyettében. Ne haragudj, sündisznó! Bukkant fel vakondok. Ki kell bújnunk a föld alól, mert a fajok erejé az utunkat. Kerülő utat kell találnunk. Meglátogatjuk Nyuszit, rikkantott Mókus, amikor végre ő is megjelent a vakondjára egy nyílásában. Már napok óta nem láttuk, volt a vakondok. Hát ez igazán jó lett, jöhetek én is? kérdezte Sündisznó. Nagyon sötét volt a föld alatt. Mókusnak és Sündisznónak szokatlan volt ez a világ. Nem tehettek mást, követték vakondokot. Honnan tudod, hogy merre járunk? kérdezte Mókus. Biztos, hogy jó felé megyünk? aggódott Sündisznó. Nyugodjatok meg! Mosolygott a pici vakondok. Ha valamiben ügyes vagyok, hát az az alaputásás. Ez alatt Nusi a vacskában feküdt, és igen rosszul érezte magát. Nagyon megfázott, ezért nem mehetett ki a szabadba. Míg ilyen esős volt az idő, csak hogy egész héten esett, és már nagyon hiányoztak neki a barátai, különösen vakondok. Már biztosan megfeledkeztek rólam, szomorkodott. Nem jó egyedül. Milyen jó lenne, ha valaki benézne hozzám. Ekkor különös kaparászást hallott, aztán a plafonról leesett egy földdarab. Mielőtt Nyuszi alaposan megnézhette volna, mi az, újabb adag föld hullott a nyakába. Majd egy hatalmas földzuhataggal együtt, egymás után a padlóra pottyant, vakondok, sündisznó és mókus. Vakondok, mókus, Sündisznó, kiáltott felnyuszi. Éppen arra gondoltam, mennyire hiányoztok. Amikor kiderült, hogy nyuszi nincs jól, a három kis állat azonnal ápolni kezdte a barátját. Mókus visszament az alagúton, és finom makkot hozott neki, sündisnó pedig színes falevél paplannal takargatta be. Nyuszi nem sokára sokkal jobban érezte magát, és boldogan beszélgetett a többiekkel. Csak vakondoknak lógott az óra. Mi a baj, pici vakondok? kérdezte Nyuszi. Mindenki hozott neked valamit, hogy jobban érezd magad, csak én nem, magyarázta vakondok. Pedig nekem hiányoztál a legjobban kedves kis vakondok, emiatt ne szomorkodj, vigasztalta Mókus, hiszen a te ötleted volt, hogy meglátogassuk Nyuszi. Az alagutad nélkül soha nem tudtunk volna eljönni ebben a nagy esőben, bólogatott csündisznó. És te is hoztál valakit nekem, vagyis valakit, mondta komolyan Nyuszi. Amikor vakondok rájött, mire gondol Nyuszi, nyomban felderült az arca. Én a parátaidat hoztam el neked, mondta ki hangosan. Igen, és ez a legszebb ajándék, mint közül, mosolygott Lucy.